Adásunkban nem csak a járművezetőknek, hanem a gyalogosoknak is felhívjuk a figyelmét a közúti közlekedés szabályainak betartására. Ellátogatunk a motoros mentősök vezetés technikai továbbképzésére, valamint körbenézünk a közúti forgalomban is, ahol egyre kevesebb az autós. A Kressz szerint a gyalogosnak a kijelölt gyalogos átkelő helyen a járművekkel szemben elsőbbsége van. Ugyanakkor elsőbbsége van az útkereszteződésnél áthaladó gyalogosnak azokkal a járművekkel szemben, amelyek arra az útra kanyarodnak be, amelyen a gyalogos áthalad. A gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda nincs, a leálló sávon, az útpatkán vagy a kerékpárúton kell közlekednie a kerékpárforgalom veszélyeztetése nélkül. A gyalogos olyan helyen, ahol a járművekkel szemben elsőbbsége nincs, mielőtt az úttestre lép, köteles meggyőződni arról, hogy áthaladásával a járműforgalmat nem zavarja. Nem léphet az úttestre, ha a jármű olyan közel van, hogy annak zavarása nélkül az úttesten átmenni nem tud. A gyalogosok, mint védtelenek, ki vannak téve az időjárás viszontagságainak. Én úgy érzem, hogy nem is kicsit szabadabban értelmezik a Kressz a közlekedés szabályait. Váratlanul fölbukkanhatnak akárhol, járművek előtt, járművek között át tudnak szaladni. Gyakran fittyet hányva a közlekedési szabályokra, a tilos jelzésre, áthaladnak a tilos jelzésen, ők még el akarják érni a megállóban várakozó autóbuszt, a villamost. Takarásból az autók elé lépnek, a járművek elé lépnek. Az, hogy nem kellő körültekintéssel, sokszor elgondolkozva, az idősek és a gyerekek egészen más figyelmet igényelnek. Azért, mert okozóként jelenik meg a gyalogos a baleseteknél, a statisztikában és a valóságban, azért még nem feltétlenül szükséges elütni. Lakóterületen kívüli részeken én azt mondom, hogy igenis számítani kell arra, főleg alföldi részeken, olyan helyeken, ahol a nagy tanyavilág miatt nem tudnak máshol közlekedni, hogy ott gyalogosok megjelenhetnek. De akkor nézzük a gyalogosok oldaláról is ugye ezt a dolgot, hogy ők mit tesznek meg a saját közlekedés biztonságuk érdekében. Kressz egyértelműen előírja, hogy itt a fényvisszaverő mellény, vagy fényvisszaverő ruházat, vagy láthatósági mellény, láthatósági ruházat, ez kötelező jellegű, tehát kötelező. Na most ez a pici, könnyen összehajtható, ridikülbe, táskába, zsebbe berakható mellény életet menthet. A másik dolog, ami baleset forrása lehet az, hogy Kressz tételesen előírja azt, hogy lakóterületen belül és lakóterületen kívül, ha úttesten kell közlekedni, akkor hol kell közlekedni. Ugye lakóterületen kívül egyértelműen a bal oldalon szebb a forgalommal. Magyarországon a statisztika alapján naponta közel 2 ember veszíti életét közúti balesetben. Bár az elmúlt évek baleseti mutatói javuló tendenciát mutatnak, a gyalogos balesetek aránya továbbra is magas. Minden harmadik napon gyalogos baleset történik. 2011-ben 116 gyalogos hunyt el a helyszínen. 940 gyalogos volt okozó az elmúlt évben, és ebben a számadatban nincsenek benne azok, akik vétlenül, még úgy mondjuk a szakmában, hogy részesként vesznek részt egy ilyen közúti közlekedési balesetben, akkor ez végsősorban egy hatalmas szám, tehát ez 6%-nál is több az összbalesetekhez viszonyítva. A gyalogosoknak is, a járművezetőknek is, valamennyiünknek közös ügye az, hogy figyeljünk egymásra, hiszen partnerek vagyunk óhatatlanul, akarva akaratlanul is a közúton, a szándéknak is elsőbbsége van, tehát a kijelölt gyalogátkelő helynél jobban kell vigyázni. Közlekedés szabályait tudni kell, és gyakorolni kell, és nem hogy gyakorolni kell, be is kell tartani, mert ez a rendszer csak akkor működik rendesen. Mi a véleményük, hogy mennyire előzékenyek a járművezetők, hogyha gyalogos látnak az útszélén? Hát édesem, én nem tudom, de velem szemben látják, idős vagyok, gondolom, nagyon rendesek. Nagyon sokan ugye nem figyelnek, és azért üti el őket az autó. Sajnos elég rossz a tapasztalat, ugyanis sokszor percig kell várni a zebránál, mire megáll valaki. Most itt nem csak a járművezetőkről beszélgethetünk, hiszen a gyalogosokról is. Ők betartják-e azt az adott lámpánál, egy piros lámpánál, ugyanis ők is ugyanúgy áthaladnak. Az autósok meg ahol nincsen lámpa, ott elkaszálják a gyalogos, hogyha úgy van. Mi az, amit egy gyalogos jogosan elvárhatna egy járművezetőtől? Az, hogyha mondjuk ott áll, azt teszem az 5-10 másodperccel, akkor a következő autós, akár az 6., 7., 8. a sorban, akkor is igenis álljon meg és engedje át.
Két azonos dolgot figyelhetünk meg minden fotón. Az egyik a baleset, a másik pedig a mentőmotoros szolgálat motoros mentőorvosa. Ők azok, akik a baleset bekövetkezte után a leggyorsabban érnek a helyszínre. 2011-ben a mentőmotoros szolgálat gyakorlatilag 240 esettel növelte az eset számát 2010-hez képest, ebben robogósaink és a motorosaink is benne vannak, de mind a motoros szekcióban egy 90 esettel, mind pedig a robogós szekcióban több mint 140 esettel nőtt a kivonulásaink száma a tavalyi esztendőhöz képest. Tehát lényegesen többet megyünk kilométerben, 50 ezer kilométert mentek a motorjaink és a robogóink a tavalyi szezonban mentési feladatokhoz, ami egy iszonyatosan nagy szám. Nagyon nagy távolságokat futottunk be motorokkal. A betegeinknek a 47%-a volt súlyos vagy életveszélyes állapotban lévő belgyógyászati vagy traumatológiai beteg, ami egy nagyon-nagyon magas szám még az országos mentőszolgálat statisztikáján belül is, ami egy másik jó mutatója annak, hogy miért jó a mentőmotor. A megkezdett újraélesztéseinek az 58%-a volt sikeres, ami egy nagyon magas szám, a nemzetközi átlag és a magyar átlag az ilyen 5-10% környékén mozog. Ehhez képest, ami 50% fölötti sikerességünk, egy óriási nagy eredmény. Ez mindösszesen abból ered, hogy egyrészt gyorsabban odaérünk a helyszínre és gyorsabban el tudjuk kezdeni a súlyos életveszélyes állapotú betegnek az ellátását, illetve akár egy újraélesztés, másrészt pedig természetesen a képzéseinkben keresendő, hiszen a mentőmotorosok nem csak motoros tréningeken vesznek részt, hanem külön szakmai képzéseken is az év során. A tél beköszönte, illetve a hőmérséklet csökkenése véget, a mentőmotorosok is több hónapos pihenőre kényszerülnek. Ennek következménye, hogy ezen időszak alatt mindenki kiesik a vezetési rutinból. A nyár során kikristályosodott vezetési tudás óhatatlanul megkopik a szezon kezdetére, mikor is jó pár hét és kilométer kell ahhoz, hogy ismét mindenki magabiztosan üljön kétkerekűjére. Ezt az újratanulási folyamatot fedett körülmények között egy vezetéstechnikai tanfolyamon lehet lerövidíteni. Alapvetően a pályának a teljesítése nem arról szól, hogy ki milyen gyors, hiszen nem az a cél, hogy 1-2-3-4-5 másodperccel korábban érjünk egy helyszínre, hanem az a cél, hogy biztonságosan és minden körülmények között oda tudjunk érni. Számunkra ez a legfontosabb. A tanpálya feladatsora úgy lett összeállítva, hogy mindazon szituációk megtalálhatóak legyenek rajta, amivel a mentőmotorosok találkozhatnak az utakon. Még a rossz minőségi út is. Ez a bizonyos létre, ez arról szól, hogy rossz minőségi úton nagy sebességű haladás, hát gyakorlatilag ugye az autópályáinkon kívül kevés olyan utat tudok mondani Magyarországon, ahol nem fordul elő olyan útszakasz, vagy esetleg nem kell lemennünk például az aszfaltozott útról, és mondjuk az út mellett ne adj Isten, a járdán, vagy a bicikli úton, vagy az út melletti murvás részen kell elmotoroznunk, mondjuk egy álló autósor mellett. Tehát ezek abszolút hétköznapi példákból merített gyakorlatok, amire minden motorosnak szüksége van, hogy készen tudja. Azt gondolom, hogy mindenen van mit csiszolni így tél végén. A kanyarvételi technikánkon, a kanyarodási technikánkon egy szűk helyen történő haladást, gyakorlása, minden olyan össze van válogatva ebben a pályában, amire egy átlag utcai motorosnak, vagy akár nekünk mentő motorosoknak szükségünk van a mindennapi munkánk során. Érezhetően kevesebb autó szaladgál Budapest útjain, mint mondjuk fél évvel ezelőtt. Ez leginkább a dugók drasztikus csökkenésén érezhető, na meg azon, hogy Újpestről átmenni Kőbányára negyed órával és néhány piros lámpával kevesebbet igényel a türelmünkből. Néhányan azzal magyarázzák a jelenséget, hogy csak a karácsonyi csúcshoz képest érezhető az autók számának ritkulása, de tény, hogy ilyen gyorsan ritkán lehetett átérni Pestről Budára iskolába indulás környékén. Az ismerősök körében végzett rögtönzött közvéleménykutatás eredménye, hogy az egy év alatt 20-25%-kal dráguló üzemanyagárak a ludasok a dologban.
van benne valami. Parkolóhelyet manapság is kihívás találni. Senki sem tudja pontosan, de hozzávetőleges adatok szerint egyharmadával kevesebb személyautó közlekedik az utakon, és nem csak a fővárosban, hanem a vidéki nagyvárosokban is. Minden csip-csup ügyért nem akaródzik autóba ülni, vagy ha mégis muszáj, akkor előfordul, hogy a szomszédok is segítenek egymáson. Egyik héten az egyik kocsijával, másik héten a másikéval mennek munkába, vagy intézik el a heti nagy bevásárlásokat. A taxisoknak azonban mindenképpen be kell ülni az autóba. Szerintük ilyenkor télen más években is visszaesik a forgalom, de tavaly télhez képest ők is érzik a ritkulást. Ennek a még régi beidegződések lehetnek az okai. A rendszerváltás előtti autópark nehezen bírta a hideg, nedves, párás időjárást, és sokan eltették télire az autókat. Ez viszont nem lehet számottevő ok. Az utak szélén és a parkolókban nem sok lepányvázott Wartburgot látni, igaz, a garázsokban nem látunk be. Tavaszra kiderül, mennyire jön meg a magyarok autókázó kedve. Addig is néhány tanács, hogyan spórolhatunk, ha mindenképpen menni kell. Dugóhiány a piros lámpáknál leállíthatjuk a motort. Fölösleges súlyokat ne cipeljünk, a tetőcsomagtartókat is érdemes leszerelni, és a jól beállított keréknyomás is segíthet. Kapcsoljunk időben felsőbb fokozatba, és hosszú utakon próbáljunk egyenletes tempóban haladni. Így akár fél litert is spórolhatunk 100 kilométerenként. Ha a kitartóan autózók fel is lélegezhetnek kicsit, már ami a forgalom sűrűségét illeti, talán nem árt ezután jobban odafigyelni a kereszteződéseknél, zebráknál, mert sebességre csábíthat a kiürült körút, és kár lenne kedvünket szegni egy büntetéssel, vagy ne adj Isten, egy balesettel. A műsor támogatója a Porsche Hungária Service 4 Plus programja. A műsort támogatta az Autós Nagy Koalíció. A műsor támogatója az Állami Autópálya Kezelő ZRT.